Hello, itt Fekete Robert a programozás karriertől, ahol segítünk neked a gyors karrierváltásban és a programozói képességeid fejlesztésében. Ebben a sorozatban az 5 napos weboldalépítő kihívásunk keretein belül egy népszerű videó megosztó oldalt kísérlünk meg lemásolni együtt, szinte kizárólag HTML és CSS segítségével. Ha érdekel a webfejlesztés és a programozói karrierváltás, akkor javaslom, hogy végezd el bármelyik 5 napos weboldalépítő kihívásunkat, és kerülj be kedvezményesen a prémium karrierváltó programba. A részletekért látogass el a programozáskarrier.hu/karrierváltó oldalra. Ebben a videósorozatban most itt együtt megpróbáljuk egy közismert és közkedvelt videó megosztó oldalnak a felépítését részben leklónozni, részben lemásolni. Tehát lesznek olyan építő elemei ennek az oldalnak, amit megvalósítunk, meg lesz olyan, amit nem valósítunk meg. Most ugye arra törekszünk ebben a sorozatban, hogy megmaradjunk a HTML és a CSS-nek a szintjén. Lesz egy ilyen kis bónusz része a dolognak, aminél használunk JavaScriptet majd, de az tényleg csak egy ilyen kis szösszenet lesz. Tehát ennek az oldalnak a felépítéséhez nekünk most bőven elég lesz a HTML és a CSS tudásunk ahhoz, hogy fölépítsük. No hát akkor az első napirendi pontunk az az lesz, hogy el kéne döntened, hogy miben dolgozol. Én erősen javaslom itt a CodeSandbox-nak az alkalmazását vagy használatát. Megkíméled magad az installálást, ugye Visual Studio Code-nak a feltelepítésétől, különböző kiegészítőknek a telepítésétől, stb. Tehát a legegyszerűbb dolog az, hogyha a CodeSandbox-nak az oldalára följössz és szépen csinálsz magadnak egy accountot. És hogyha ez megvan, akkor létre tudunk hozni itt majd egy új projektet. De ugye azt is választhatod, egy kicsit nehezebb utat esetleg, hogy a Visual Studio kódot fölrakod a gépedre, installálod, beállítgatod szépen, amit kell, különböző kiterjesztéseket lehet fölrakni, és hogyha beállítottad a fejlesztői környezetedet, akkor ott is dolgozhatsz nyugodtan a saját gépeden. Tehát ez egyértelműen ugyebár a te döntésed, hogy mit szeretnél használni. Én most itt a sorozat folyamán a CodeSandboxot fogom használni, mert valószínűleg többen lesznek azok, akik ezzel próbálkoznak, de azért azt hozzáteszem természetesen, hogy a komolyabb fejlesztéseket nem CodeSandboxba szoktuk létrehozni, tehát arra a Visual Studio kódot javasolnám inkább. Jó, akkor én most rá is kattintok itt az új projekt létrehozására, itt nyugodtan a Static HTML 5-ös sablont választhatod. Ezt nem csak így lehet létrehozni, de most mentem a kisebb ellenállás irányába, tehát nyugodtan ezt így elfogadhatod. És akkor itt a CodeSandbox fölajánl számunkra egy ilyen HTML 5-ös template-et. Itt az ablakméreteket nyugodtan kedvedre arrébb rakhatod, tehát ahogy éppen a fejlesztés megkívánja majd, tehát itt ugye megkeressük ezt a választó vonalat, és akkor így a méretét tudjuk változtatni az ablakoknak. Itt bal oldalt a file áttekintő ablaknál is ugyanez a helyzet, ezt is majd lehet nyugodtan akár ki is kapcsolni, hogyha majd nem lesz rá szükség. De most még szükség van rá, mert ugye az első feladatunk az pont az lesz, hogy egy megfelelő projekt struktúrát, egy könyvtár szerkezetet fölépítünk első körben. De ha már itt tartunk, akkor megmutatom, hogy egyébként ezt a template szöveget, amit itt automatikusan kaptunk, ugye ezzel az új projekttel, ezt úgy is létre lehetne hozni, hogy HTML, és akkor kiválasztjuk a listából, hogy például HTML 5-ös. És akkor ugyanúgy kaptunk egy ilyen szép kis template-et, egy sablont, amit, hogyha elmentünk a Ctrl-S segítségevel, akkor láthatod, hogy szépen így a behúzásokat elkészítette nekünk, és ez egy nagyon jó, ez egy hasznos tulajdonsága akár a Visual Studio Code-nak, akár a CodeSandbox-nak, hogy ezeket a behúzásokat megcsinálja, tehát szépen elhelyezi azokat az elemeket a megfelelő helyre, és ezt nem nekünk kell manuálisan megtennünk, tehát ez hatalmas segítség lesz majd, amikor elég sok HTML szint áll már itt a rendelkezésedre. Jó, akkor most lássunk neki annak a mappa szerkezetnek a létrehozásához, amiről az előbb beszéltem. Tehát ugye kellenek nekünk majd videók, vagy legalább egy videó, mégiscsak egy videó megosztó rendszerről van szó, és kellenek majd képek és ikonok. Tehát ezeknek a különböző állományoknak az elhelyezésére hozzunk most létre mappákat. Tehát új mappát hozzunk itt létre, és ennek a mappának ugye tradicionálisan legyen az a neve, hogy Assets. Ebben helyezünk el majd mindenféle képet, ikont, videót.
Jó, és akkor most itt az assets-en belül létrehozunk egy új mappát. Ez legyen az icons. Aztán legyen még egy új mappa. Ez legyen az images képekre. És legyen nekünk még egy mappa, azok pedig a videókra. Jó, tehát videók, ikonok, képek. Tökéletes. Aztán, hogyha már itt a mappa szerkezetnek a létrehozásánál tartunk, akkor előlegezzük meg magunknak a bizalmat, hogy ugye egy külső fájban fogjuk létrehozni a CSS állományt is, illetve a CSS szabályokat. Tehát ennek a CSS szabályok fájlnak, ami styles vagy style.css-nek szoktak hívni, ennek a fájlnak a tárolására mondjuk egy CSS mappát hozzunk létre, és ebbe a mappába pedig helyezzünk el egy olyan fájlt, most ugye file állományt fog létrehozni, nem könyvtárat, hogy style.css. Ugye ez lesz az a fájl, amit szépen majd hozzálinkelünk, hozzá kapcsolunk a HTML állományunkhoz, tehát belinkeljük itt a HTML kódon belül, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor majd szépen alkalmazhatjuk itt rá az összes CSS szabályt, amit itt létrehozunk. Jó, tehát akkor van nekünk egy CSS mappánk, azon belül style.css fájl, aztán van egy assets mappánk, azon belül ikonok, képek, videók, és másra nincs is szükségünk. Tehát igazából ennyi az egész. És most a következő feladat az lenne, hogy a projektünk számára letöltjük a megfelelő ikonokat, képeket és videóanyagot, lehetőleg ezek ingyenes dolgok legyenek, hogy nehogy itt valamilyen szerzői jogokba ütközzünk, és ezek az ikonok, azok hasonlítsanak valamilyen szinten azért ahhoz az oldalhoz, vagy az oldalon lévő ikonokhoz, amiről most szeretnénk klónozni. Tehát látogassál most arra a videó megosztóra, vagy bármilyen oldalra, amit éppen másolsz, vagy amiről szeretnél egy ilyen klónozást elkészíteni, és nézegesd meg ott azokat az ikonokat, hogy hát mégiscsak ahhoz hasonlítsanak, amiket majd leszedünk. Emellett pedig egy-két képre is szükségünk lesz meg legalább egy videóra. Lehet persze a változatosságot növelni, úgyhogy többféle videót illesztesz be majd a weboldaladra, illetve többféle képet is alkalmazhatsz. Én most itt nem fogok túlzásokba esni, tehát itt nekem egy-két kép az elég lesz, meg egy darab videó összesen, és akkor ennyiből lesz majd több a te munkád, hogy itt ízlésesen, változatosan kiválasztod azokat a megfelelő anyagokat, képeket, videókat, ikonokat, amelyeket te esztétikusnak gondolsz, jó? Akkor most ellátogatunk egy olyan oldalra, ahonnan az ikonokat tudjuk letölteni. Ez pedig nem más, mint a Google Fonts-nak az oldala. És hogyha itt vagyunk a Google Fonts-nak az oldalán, akkor itt az ikonok menüpont alatt, ugye meg kell nézned azt az oldalt, amit másolunk, hogy ott milyen ikonok vannak, és akkor azokat az ikonokat nagyjából így beazonosítani ezen a Google Fonts-nak az oldalán, és ezeket letölteni a te saját könyvtárszerkezetedbe. Ugye először a saját gépedre, és akkor onnan ide majd föl lehet húzni a Code Sandbox-ba. Na most megmutatok egy ilyet, és akkor aztán a többit pedig majd saját munkából próbáld meg beszerezni. Hát nem fogok az összes ikonon végigmenni nyilvánvalóan, mert elég hosszú idő lenne, de itt most az első ikonnál, például ennél a keresésnél, ezt meg fogom mutatni, hogy hogyan tudod megtenni. Tehát kiválasztjuk, hogy fehér vagy fekete ikonra van szükségünk. Ugye természetesen ezeket a színeket később is lehet variálni, át lehet írni, de hogyha már előre tudod, hogy milyen színű ikonra lesz szükséged, akkor egyszerűbb, hogyha itt rögtön kiválasztottál. Itt én most egy ilyen fehér ikont választottam, egy ilyen keresés nagyítót szeretnék majd ábrázolni itt a jobb felső sarkában az ablaknak, és ehhez ugye kiválasztottuk, hogy white. Hogyha ezzel megvagyok, akkor csak annyi a dolgunk, hogy mondjuk vagy képként, de én inkább javaslom, hogy SVG-ként letöltjük ezt a képet. Ugye a PNG az egy pixelgrafika lesz, az SVG pedig egy vektorgrafika. Ugye a vektorgrafikának az az előnye, hogy szépen tudod majd nagyítani ezt az ikont, és nem lesz pixeles a széle a képnek, jó? Tehát erősen javaslom, hogy SVG-t töltsünk le, és ezt a képet nyugodtan töltsd le bárhova a számítógépedre. A lényeg, hogy egy helyen legyen, hogy megtaláld, és akkor majd az összes ikont meg képet majd egyszerre föltöltjük a Code Sandbox mappáinkba.
Hát itt talán annyit meg lehet tenni, hogy kicsit leegyszerűsítjük a neveket, de nem muszáj. A lényeg, hogy tudj majd rá hivatkozni később. Tehát, hogy a neve az viszonylag jó, megkülönböztesse őt a többitől. Most ebben az esetben, én tudom, hogy nem túl sok search gombunk lesz majd a képernyőn, úgyhogy én most úgy egyszerűsítem ezt le, hogy egyszerűen letörlöm innen, hogy 24 dp és white, és megmarad ez a search.svg. Elmentjük szépen bárhova. Most én nem fogom elmenteni, mert ugye nekem megvan, de te nyugodtan ments le. Jó, tehát most tételezzük föl, hogy az összes ilyen kis ikont letöltötted, amit szükségesnek gondoltál a projektedbe. Átmegyünk a Code Sandboxra, és az ikonok mappába, tehát ebbe a mappába azt mondom, hogy szeretnék fájlokat föltölteni, tehát upload files, rábökünk egyet erre a felfele nyírra, elnavigálunk szépen ebbe a könyvtárba, ahol az összes SVG fájlunk van, és hát kijelöljük az összeset tulajdonképpen, tehát nem kell itt egyenként hozzáadogatni, az összeset kijelöljük, megnyitás, és akkor ezeket itt szépen föltöltögette ebbe a mappába, már meg is jelent. Jó, és akkor itt van az összes fájl, amit használhatunk a projektünkben. Na most akkor menjünk tovább a képek föltöltésére. Tehát akkor itt megint csak kattintsunk az Images mappánál a felfele nyírra, Upload Files. Jó, és akkor van itt nekem két kép már előkészítve, az egyik az egy ingyenes kép, valamilyen ingyenes képtárból, a másik pedig legyen mondjuk ennek a kis fiktív videó megosztónak a logója. Lehet, hogy esetleg hasonlóságot vélsz felfedezni más videó megosztóval, de ez csak a képzelet szüleménye. Jó, akkor ezt a két képet most töltsük fel szépen az Images mappánkba. Ez is sikerült, és az utolsó feladat pedig egy videónak a föltöltése lesz. Ezt is egy ilyen ingyenes videótárból szedtem, már előkészítettem, ezt is most föl fogom tölteni. Itt egy 001 MP4 fantázia néven neveztem el, tehát ennél aztán bőven lehetsz kreatívabb, én most így neveztem el, és ezt a fájlt most szépen föltöltjük, ez is megjelent itt, és akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az assets mappánkkal meg is vagyunk, tehát itt lesznek nekünk ikonjaink, elég sok ikont töltöttem le, aztán van itt nekünk egy logónk, amit majd használunk, meg egy képünk, egy ingyenes kép. Nyugodtan tényleg töltsél le több képet, tehát nem kell ilyen fantáziaszegényen csinálni, mint én, de nekem most ez bőven elég lesz. És végül pedig egy videó is itt a rendelkezésre, azt nem fogja nekem lejátszani természetesen, de majd mindjárt megnézed, hogy mit töltöttem le. Ha ilyen ingyenes képet vagy videót szeretnél, még az gyorsan megmutatom, hogy hol tudod megtenni. A képek és a videóknak a letöltésére egyaránt jó ez a Pixabay, de tulajdonképpen bármit használhatsz, ez csak egy tip. Jó, tehát itt nyugodtan kereshetsz magadnak bármilyen ingyenes tartalmat, ingyenes képet, vagy éppen videót. Tehát ugye innen szedtem le az egyik képet is, amit az előbb már láttál, és valamilyen videót is leszedtem, azt hiszem, hogy pont ez lesz. Tehát ilyen nagyon kreatív voltam, hogy az első oldalon megjelenő videót sikerült leszednem, de ez most nekünk tényleg tökéletes lesz arra, hogy beillesszük. Jó, tehát ha itt például egy képet szeretnél letölteni, akkor nyugodtan ingyenes letöltés, és akkor valamilyen formátumot, amit nem sajnálsz, azt le tudsz húzni, illetve videóval is ugyanez a helyzet. Rákattintok erre a videóra, és akkor ingyenes letöltés. Ugye itt nekünk most annyira nem kell a minőségi méret, hogyha későbbi projektjeiben majd az kell, akkor nyugodtan lehet nagyobbat választani, én most ilyen kisebbet töltöttem le ehhez a projekthez. Jó, és akkor esetleg még egy alternatívát mutatnék, mondjuk a Pexels-t, aminél szintén tudsz ingyenes képeket, illetve videókat letölteni, tehát mondjuk rákattintunk itt erre, és akkor bármilyen méretbe le tudsz szedni képeket, itt ezen az oldalon videókat, nézzünk mondjuk egy ilyet, szépen meg is mutatja nekünk, hogy fog kinézni. Jó, és akkor ezt is lehet tölteni. Jó, akkor az ingyenes anyagokról ennyit, tehát képek, videók és ikonok betárazva, most akkor mehetünk tovább a következő feladatunkra. Ha tetszett a videó, és szeretnél még ilyeneket látni a csatornánkon, akkor feltétlenül nyomj egy lájkot, ebből fogjuk tudni ugyanis, hogy milyen jellegű tartalmakat készítsünk a továbbiakban. Ha programozói karrierváltáson gondolkodsz, akkor pedig feltétlenül látogass el a weboldalunkra is.